Szeretettel köszöntöm Ajkán. Ajkán? Ajkán jöttem. Akarom mondani. Gyöngyösi Márton elnök és Brenner Kolomán alelnök társaságában Tapolcán kampányolt a Jobbik konzervatívok színeiben Róna Péter, jogász, közgazdász, üzletember, egyetemi tanár. Legelőször a helyi piacon nézett szét és elégedett volt a látottakkal. Hosszabban a méztermelők és árusok standjánál időzött. Egyrészt mert maga is szereti a mézet, másrészt pedig felháborítónak tartja, ami manapság a mézpiacon történik, nevezetesen a hazai méztermelők elnyomásával, lehetetlen helyzetbe hozásával az olcsó kínai méz javára. Az Ajkai Szó nevében mi elsősorban Magyarország jövőjéről, az általa és munkatársai által készülő új alkotmányról kérdeztük. Szeretettel köszöntöm Tapolcán, ahol, mint az előbb kiderült, nem először jár már életében, és kellemes élmények fűzik hozzá, amiket nagyon, most igen. Csak gazdagítani tudott. Igen. Ha megengedi, most alászállnánk a pokolba egy kicsit. Igen. És egy olyan kérdést tennék föl, hogy milyen kapaszkodói lehetnek hosszabb távon a magyar embereknek, a magyar népnek, hogy kievickéljen ebből a tényleg infernális állapotból, és mondjuk egy olyan alkotmány születhessék az országban, amit az ön és munkatársai által összeállítva hitelesnek tételezhetünk föl, mielőtt még népszavazásra bocsátanák. Igen. Kicsit bonyolult. Nem, ez igen, világos. Tehát itt két teljesen alapvető dologról van szó. Az egyik az, hogy ez az úgynevezett alaptörvény nem adja meg a talapzatot ahhoz, hogy itt létrejöjjön egy működőképes jogállam. Ez az alaptörvény a korrupció és az egy kézben öntudatpontosított kézi irányításnak a forgatókönyve. Igen. Na most, elnézést, hogy közbevágok, ön hosszú időt töltött Amerikában, biztosan tövről hegyre ismer az amerikai alkotmány, de abban, mintha lenne egy ilyen alapvetés, hogyha egy nép észreveszi, hogy a fölötte uralkodók egy bizonyos cél érdekében a saját gazdagodásukkal, vagyunk gyarapítására törekszenek, akkor nem csak joga, de kötelessége is elzavarni őket. Szóval eddig a pontig el lehet-e jutni önszerint? Igen, de ez komplikált. Igen, biztos vagyok benne, elnézést, hogy így mondta, hogy leszállunk a pokolba. Igen. Hát igen, én éltem sok éven át az Amerikai Egyesült Államokban, olyannyira, hogy én tagja vagyok a New York-i ügyvédi kamrának. Még mindig. Most már nyugalmazott állapotban, de hosszú éveken át tagja volt. Na most tehát kell egy alkotmány. Mi az az alkotmány? Miről szól egy alkotmány? Arról szól, hogy a nyúl viszi a puskát, nem? Mondta Benjamin Franklin. Igen. Tehát egy alkotmány, egy szerződés a társadalom és a hatalom között, amely szerződésben a társadalom rögzíti azokat a feltételeket, körülményeket, intézményeket, stb., amelyek mellett és között a hatalomnak felhatalmazást ad arra, hogy intézze az ország ügyét. Igen? Tehát ez az alkotmány lényege. Meghatározza, hogy mire kap felhatalmazást a hatalom, és mire nem. Igen, hát ha lecsupaszítjuk, végülis erről van szó, na ezt szavakba kell majd önteni, vagy formulázik-e. Igen. Na most az alaptörvény viszont azt mondja, hogy ha neked van egy kétharmados többséged, akkor azt csinálsz, amit akarsz. Tehát a jelenleg... Igen, bár ugye a németek is alaptörvénynek hívják az alkotmányokat. Jó, de az ő alaptörvény... De az már 75 éves volt éppen tegnap talán. Igen, de az ő alaptörvényüknek a szerkezete egészen más. A magyar alaptörvényben az szerepel, komolyan, nagyon kevesen vették idáig még észre, a 4/C cikkely azt írja elő, hogy az alaptörvénnyel kapcsolatos kérdéseket, tehát annak módosítását, vagy esetleges helyettesítését nem szabad, nem lehet
népszavazásra bocsájtani. Ez eleve egy védelem a hatalomnak, ugye, hogy hatalom nehogy már. Kiközösíti a magyar társadalmat a jogalkotásból. Tehát azt mondja, hogy ahhoz, hogy egy hatalom, hogy egy alkotmány mit ír elő, ahhoz neked, kedves honfitársam, nincs az égvilágon semmi között. Azt majd én, a hatalom. Na azt mondják, itt ugrik a majom a vízbe. Tehát ezen túl mit tudunk ezen tenni? Ezen túl mit tudunk tenni? Ja. Tehát a magyar alaptörvény egy olyan szabálygyűjtemény, amit maga a hatalom fogalmaz meg saját magára vonatkozóan. Hát kérem szépen, én majd hozok egy szabályt, hogy én ott parkolok, ahol akarok. Sokak fejében megfordult már ez, de... Mert én nálam van a hatalom, tehát én ott... Értjük a párhuzamot, vagyis a hasonlatot, igen. Kész. Most létezhet egy olyan szikla, mint Szent Péternek megadatott, hogy egyházat alapítson rá, hogy egy olyan szellemi konglomerátum, vagy akármi gondolategyüttes, aminél hátrálni tovább nem lehet. Tehát onnan kiindulva lehetne, most hülyeséget mondok, lépésről lépésre, tégláról téglára visszafoglalni az országot, tehát lebontani azt a jogi hatalmi rendszert, ami jelenleg van. Én azon dolgozom egy csoporttal, tehát nem vagyok ebben egyedül, hanem egy kis csoport. Biztos voltam benne. Stb. Hogy mi készítünk egy alkotmány tervezetet még a 26-os választás előtt. Ezt a tervezetet általános társadalmi vitára bocsájtjuk, majd járjuk az országot, előadjuk, hogy ez a tervezet miről szól, és hogyha megnyerjük a választást, tehát hogyha a Fidesz megbukik, akkor ezt a tervezetet népszavazásra bocsájtjuk. És akkor a nép eldönti, hogy tetszik-e neki az általunk összehozott alkotmány, vagy pedig nem. És ha tetszik, és a népszavazás azt mondja, hogy jó, ez jobb, mint az alaptörvény, akkor az újonnan létrejött országgyűlés ezt megszavazza. Na most nem kell ez alkotmányozó többségnek lenni? Mert tegyük fel, hogy a Fidesznek 49%-a lesz. Nem. A jelenlegi alaptörvény szerint kell alkotmányozás többség. De mi azt mondjuk, hogy mi ezzel nem foglalkozunk, mert a mi alkotmányunknak megvan, lásd az eredményt, a népakarat többsége. Igen, hát ha figyelembe veszük, hogy a jelenlegi alaptörvény is sem teljesen törvényes keretek között jött létre, akkor az ön elgondolása teljesen megáll szerintem, az önök elgondolása. És mondjuk mit tehetnek a médiumok az ügyben, hogy ezt az alaptörvényt megfelelőképpen alátámasztva, argumentálva terjeszthessék, illetve híveket szerezhessenek. Hát majd, amikor ez megszületik, ezt összeraktuk, és ezt össze meg kell csinálnunk egy éven belül, mert nagyon sok idő nincs, akkor a médiának nagyon nagy szerepe lesz, hogy ezt előadja a társadalom felé, hogy ebben mi van. Igen. Nem tartám ördögtől való dolognak, ha bizonyos média képviselőket ki is képeznének ebből az alkotmányból. Tehát ne csak otthon jó, a számítógépen bogarászva találjanak ki dolgokat, igen, hanem tartsunk tényleg megalapozottan a háttér ismeretében, igen, megfelelő érrendszerrel ellátva. Jó, mert szépen. Például én nagyon, hogy is mondjam, szomorúan néztem tegnap a televízióban, mikor egy újságíró, a Gulyás Gergellyel vitatkozott, és keresztkérdésekkel szólították az újságírót sarokba, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy már elnézést, hogy ne süllyedj a idióták, vagy ne vitatkozz idiótákkal, mert lesüllyedsz a szintjükre, és legyőznek a rutinokkal, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy bocsánat, de az amerikai és német politikai, diplomáciai kapcsolatokat nem egy kérdésben fogjuk most itt eldönteni. Rossz volt a felvetése, amit azzal dobta vissza a labdát, ugye, hogy na és mit tett Angela Merkel, amikor rájött, hogy amerikaiak lehallgatják, hogy elment és smúzolt. Mi köze van ahhoz, hogy mi történt Magyarországon? Hát igen. Ugye? Az égvilágon semmi. Az Angela Merkel és a német népnek a dolga. Ugye? Van. Ugye? És ők megtették az, hát történetesen nagyon kemény tiltakozást fogalmaztak meg annak idején,
és kényszerítették az Amerikai Egyesült Államokat, hogy a nyilvánosság előtt és írásban is, tehát diplomáciai jegyzékben is bocsánatot. Na ezt például nem tudta az újságíró. Én is most hallom először, de hogy ilyenekre gondolok, hogy ne lehessen butaságokat válaszolva elnyerni a hallgatóság bizalmát, amelyik tudjuk, hogy nem annyira felkészült. Tiszta sok. Na most hozzáteszem, hogy azért teljes legyen a kép. Itt azért maga Angela Merkel is tudatos volt az esetben, mert az a telefon, az a mobiltelefon, amit az amerikaiak lehallgattak, nem az állami közszolgálati mobilja volt, hanem az ön magánmobilja. Tehát igen. Az amerikaiak mondhatták volna, hogy ja, hát mi nekünk semmi közül, mi nem nyúltunk bele. Nem diplomáciai incidensről van szó, csak... Nem nyúltunk bele a német állam szerkezetébe, mi belenyúltunk Angela Merkel magánbeszélgetéseibe. Nem ezt mondták. Nem ezt mondták. Azt mondták, elnézést, bocsánatot kérünk, ezt nem fogjuk a továbbiakban csinálni. Tehát még arról sincs szó, és ebben a mi esetünkben nem ez történt. Nem. Teljes tagadás. Teljes tagadás. Itt nem az van, hogy belenyúlt volna Oroszország Szijjártó Péter személyes beszélgetéseivel, ismerőseivel, családjával, akivel, ugye, hanem belenyúlt. Több ezer szervert érintő beavatkozás volt, igen. Ez azért tényleg más, egy kicsit minőségileg. És én például nem akarok játszani szavakkal, de amikor Gulyás Péter azt mondta, hogy... Gulyás Gergely. Bocsánat, nem mindenki Péter. Gulyás Gergely azt mondta, hogy nincs bizonyíték arra, hogy érzékeny adatok kikerülhettek volna. Én ezt úgy is meg tudom fogalmazni, hogy te kérdező nem fogsz soha hozzáférni olyan adatokhoz, amivel tudnád bizonyítani, hogy érzékeny adatok kikerülhettek volna. Tehát ez is ugyanaz tulajdonképpen, mert egy hazugságot lehet egy másikkal leplezni. Hát felmerül a kérdés. Ha egyszer az orosz titkosszolgálatok, két legfontosabb orosz titkosszolgálat benyom az egész szerkezetbe hónapokon át, azt nem azért tesz, hogy szétnézen és hazamenjen, hanem valami... Akkor ez hogy volt? Csak az időjárás jelentés nézte meg? Ezt higgyük el, ugye? Ezt higgyük el, ugye? Vagy mi? Tehát gondosan elkerült-e, nehogy már a tulajdonomba, a birtokomba jusson bármiféle érzékeny, titkos adat, csak az nem fog hozzá nyúlni. Oroszok erről híresek, hogy ilyen híres. Elegánsan. Tehát ez a mérhetetlen, megállíthatatlan hazudozás már olyan alacsony szintre hozza ezt az országot, ami a katasztrófához vezet. Ezt lehet, hogy elmondja Gulyás Gergely, és az is lehet, hogy a szavazók egy része ezt el is hiszi, hogy ezt meg is bocsátja, de a világ összes külügyminisztéria, tehát a demokratikus világ összes külügyminisztéria, és azt fogja mondani, jó, értettük, tudomásul vettük, a magyar külügyminisztérium, a magyar állam nem megbízható. Ezen a ponton túl mi a kapcsolatainkat a magyar államban úgy intézzük, tudatunk van, hogy őt nem megbízható. Ide jutottunk. Olyan elszigeteltségben vagyunk jelenleg a nemzetközi kapcsolatokban, amilyenben nem volt példa Trianon óta. Magyarország jelenlegi diplomáciai helyzete a trianoni uralkodó helyzethez hasonlítható. Ez a helyzet. És hogy mondjunk valami vidámat is a végére, mert ez eléggé kiábrándító. Ön amennyiben kikerül az Unióba és sikerül parlamenti képviselővé válnia, mit tudna tenni mondjuk a magyar érdekek képviseletében? Ugye sokszor megvádolják mondjuk a Momentumot, meg a DK-t, hogy Magyarország érdekei ellen törekszik, holott csak a kormány túlkapásait próbálja
saját eszközével féken tartani. Igen, én alapjában véve azért megyek, tehát két fontos dolog. Az egy, hogy mindenféleképpen benn kell tartani Magyarországot az Európai Unióban, és az Európai Unión és Magyarországon kívül kell tartani az oroszokat és a kínaiakat. Tehát az első pont. A második pedig az, hogy nagyon részletesen, nagyon kiterjedően létre kell hozni a kapcsolatot, az önkormányzat, közvetlen kapcsolatot az önkormányzatok és az Európai Unió között. Tehát legyen lehetőség arra, hogy a magyar önkormányzatok közvetlenül fordulhassanak az Európai Unióhoz támogatásért. Ez az a Magyarországnak járó összegnek egy jelentős részét, véleményem szerint és céljaim szerint a felét, arra kell fordítani, hogy azokhoz az önkormányzatok közvetlenül jussanak hozzá az önkormányzatok által az Európai Unióval egyeztetett célok megtámogatása érdekében. Az önkormányzatok kivéreztetése és lerobbanása, amit bekövetkezett az elmúlt 14 évben, ez egy teljesen tarthatatlan állapot, ez a NER-nek a lényege, hogy rajtuk kívül semmiféle hatalmi centrum ne létezzen, mindenki nekik legyen kiszolgáltatva, ez egy tűrhetetlen állapot, teljesen ellentétes a demokráciával, és teljesen ellentétes az Európai Unió szerkezetével. Tehát én nagyon bízom benne, és van okom bízni benne, hogy sikerül az Európai Unióval kialakítani egy olyan keretrendszer, ami mentén az önkormányzatok egyenesen fordulhatnak EU-s támogatásra. Köszönöm szépen, és kívánom, hogy személyesen képviselse ezeket a gondolatokat Brüsszelben. Köszönöm szépen, köszönöm. Köszönöm, professzor úr.